Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A fülgyulladás. Egy őszi nap Babóca, Katica kislány vidáman nyitott be Bogyó házába. A patakhoz indulok kavicsot szedni, velem tartasz? De Bogyónak semmihez sem volt kedve. Nem tudom, Babóca, olyan fáradtnak érzem magam. Nagyon fázom és fáj a fejem, meg a fülem is. Hű, de piros az arcod, Bogyó, mondta Babóca. Te lázas vagy, szaladok gyorsan Bagoly doktorért. A Katica kislány meg sem állt Bagoly doktor odójáig. Kedves Bagoly doktor, gyere gyorsan, Bogyó nagyon rosszul érzi magát, siess! Bagoly doktor gyorsan összepakolta orvosi táskáját, felvette orvosi köpenyét, és már is indult a beteghez. Szervusz, Bogyó! No, hadd lássam, mi a baj? Először is meghallgatom a mellkasod. Bogyó levette a pizsama felsőjét, és engedelmesen sóhajtott. Tásd nagyra a szád, megnézem a torkodat is. Nem akarom, mondta nyűgösen Bogyó. Pedig meg kell néznem, hogy piros-e, magyarázta Bagoly doktor, és lámpájával belevilágított Bogyó torkába. Most pedig belekukkantok a füledbe ezzel a kis tölcsérrel. Ez már igazán nem tetszett Bogyónak. Sírni kezdett, és kezét a fülére szorította. Ne butáskodj, Bogyó! Ez egyáltalán nem fáj, fogta meg Babóca biztatóan Bogyó kezét. A vizsgálat tényleg nem fájt. Nos, Bogyó, kezdte Bagoly doktor, neked bizony fülgyulladásod van. Csúnyán megfáztál. Vegyél be ebből az orvosságból minden reggel egy teli kanállal. Igyál sok teát, és tégy a füledre melegkölessel teli bogyrot. A barátai nyomban Bogyó segítségére siettek. Baltazár mézet hozott, pihe kamillavirágot, Vendel csipkebogyót, és teát főztek a betegnek. Babóca kölest melegített egy serpenyőben, aztán beöntötte egy pici zsákba. Szórisd ezt a két kis zsákot a füledre, amíg ki nem hűl. Bogyó feltette a sapkát, és le sem vette, amíg a köles ki nem hűlt. Másnap reggel Babóca csodaszép köveket vett észre Bogyó asztalán. Hű, Bogyó, ezek nagyon szépek. Kitől kaptad? Magam szedtem a patak partján, büszkélkedett Bogyó. Magad szedted? Kérdezte dühösen Babóca. Ez igazán nem volt okos ötlet. Még nem gyógyultál meg teljesen. Most aztán újra vissza fogsz esni. Babócának sajnos igaza lett. Estére Bogyónak megint magasra szökött a láza. A barátai minden nap meglátogatták, mesét olvastak és báboztak neki. Ahogy viszont Bogyó egyre jobban lett, úgy lett Babóca egyre rosszabbul. Bizony, elkapta a betegséget. Most aztán Bogyó ápolta Babócát. Teát főzött neki és megtöltötte a sapka zsebeit meleg kölessel. Bagoly doktor Babócához is eljött. No hát, úgy látom, újabb kis beteggel van dolgom. Ez bizony jól elkaptad Bogyótól. Elmondta Babócának is, mit tegyen, hogy hamar meggyógyuljon. Aztán Bogyót vizsgálta meg újra. Hiszen te már nem is vagy beteg. No, azért hadd lássalak. Minden rendben. Meggyógyultál, kis csiga. Néhány nap ismét eltelt. Babóca is bevette az orvosságokat, sok teát ivott, sokat pihent, és hamarosan egészen jól érezte magát. Bagoly doktor is eljött újra, és elégedetten látta, hogy Babóca is meggyógyult. Akkor most végre elmehetnénk együtt a patakhoz kavicsot szedni, ugrándozott Bogyó. Jó, de jó! Induljunk a patakhoz! Kiáltotta Bagoly doktor három kis fiókája. De jól öltözzetek ám fel, hideg az este, mondta szigorúan Bagoly doktor. Bogyónak és Babócának ezt már mondani sem kellett. Nem feledkeztek meg a sálról, sapkáról, meleg cipőről sem. Késő estig játszadoztak a patak partján, és vödreiket szebbnél szebb kavicsokkal szedték tele.